Jövőre Magyarország bruttó hazai terméke mínusz 1 és 0 között alakulhat Bot Péter Ákos szerint. A korábbi ipari miniszter azt mondta, a költségvetés korrekcióra szorulhat, alacsony szinten maradhat a fogyasztás és a beruházások bővülése sem várható 2012-ben. A korábbi jegybankelnök arról is beszélt, nyilvánvaló, hogy a növekedés élénkítő politika megbukott. Azt feltételezi, hogy ennek személyi következményei lesznek, és át kell alakulni a kormányzati struktúrának is, ami személyi változásokkal jár. Azt is mondta, egy kis országban a személyi változások általában politikai irányváltást hoznak.